Hazai pályán szurkolhatunk hétvégén az Arkoni Kalbafehérvár csapatának, amely legutóbbi két meccsét elveszítette. A kékfehérek előbb az Zalaegerszeg, majd a Szeged ellen maradtak alul. Mindkét meccsből tanultak a játékosok. Azt mondom, hogy az Etének az első fél ideje még azt mondom, hogy jól játszottunk, utána a második fél időben támadásba teljesen szétestünk, és utána ezt sajnos tovább is vittük a Szeged ellen. Nagyon rosszul játszottunk, nem volt energiánk, nem is csapatként játszottunk. Hát visszanéztük videón, megbeszéltük a dolgokat, hogy jobban csapatként kell játszani, és hogyha valaki hibázik, akkor nem szabad szétesni, amennyire szétestünk a Szeged ellen. Ki lehet javítani, úgyhogy ezeket próbáljuk majd megcsinálni. Szombaton a 12. helyen álló Égis Körmend ellen lép pályára az Arkoni Kalba. A vendégek ellen már összejátszott a csapat, akkor a majdnem győzelemből lett vereség. Egyébként az Égis Körmend csapatát erősíti már a hétvégén a nemrég igazolt Justin Edwards, aki a 2016-17-es szezonban bajnok lett az Albafehérvárral. Most fogjuk őket még videózni, de persze, hát most ugye nagyjából már ismerjük őket, játszottunk velük össze. Ott is egy olyan mérkőzést buktunk el, ami azt gondolom, hogy már nem is az, hogy megvolt, de magabiztos előnyben voltunk. Nem szabad őket lebecsülni, ugye egy érdekes időpontban 2 órakor játszunk, ami nem megszokott, ez is újdonság lesz, de azt gondolom, hogy az eladott labdákra mindenféleképp oda kell figyelnünk, ugye szeretnek ők is rohanni kis irányítóikkal, ugye Justin Edwards-t most leigazolták, úgy tudom, hogy játszani fog, őre is oda kell figyelnünk, és a lepattanók begyűjtése fontos lesz. Az Arkoni Kalba Fehérvár most a 4. helyen áll a tabellán, hogy előrébb kerül-e a csapat a bajnokságban, az a hétvégi játéktól is függ. A 3. hely, azt gondolom, hogy az reális lehet, most ugye a Szolnok és a Falkó már jóval előttünk vannak, azt hiszem Falkó 5 győzelme van előttünk, a Szolnok talán 3. Az Etét nyilván utol tudjuk még érni, de az kell, hogy az ilyen mérkőzéseket megnyerjük, és az olyanokat, mint például Szegeden volt az idegenbeli, azokat pedig be kell húzzunk ugyanúgy. Az Arkoni Kalba Fehérvár szombaton 14 órakor lép pályára az Égis Körmend ellen az Alba csarnokban.